egyértelműen vérszemet kaptak a macedónok, és itt már nem csak egy emberről múlik ez a történet, hanem legalább hármon. Perez! Két lábról, Charlie! Ami angyalunk, ami megmentőnk lehet. Most két fontos védés egymás után Fazekas neve mellett. Perezre kijönnek emberfogással. Fél perc még a magyar ember hátrányból. Mocsai leszedik a levegőből. Császár, Mocsai, gyönyörű, gyönyörű! Ho-ho! Haj, de szépen keveredett oda Carlos Perez! Egy csapásra egyenlítünk! Mínusz háromról, bravo! 10-10! Az eladott labdák száma a képen. Ez egyelőre 4-1, ami most már 5-re növekszik. Mert ebben mi leszünk így a jobbak? Igen! Kettővel vezetünk, Iváncsik! 13-11. Gyönyörű ejtésgól. Hova belepült Iváncsik? Jobb lövőben vannak gondjaink, ez elég egyértelmű szemlátomás. Perez, Rivo Kapic, hát nincsenek! Most nincsenek gondjaink! Gyönyörű! Alulról felhúzza Rivo Kapic második gólja. Megint támadhatunk a 4 gólos előnyért. Gulyás, megvan a 4 gólos előny! Jaj, de jól játszik Gulyás Pepe! A negyedik gólja, kapufás gól ráadásul. Hát igen, ennyi múlott a nagy bohém, Rivo Kapic, Császár, Császár, igen, igen, igen! És egy jó császár, amilyen nagy szükségünk van. Azt a mindenit megint megcsinálja egy az egyben. Ember hátrányban támadunk. Mocsai Lajos pedig D-betűvel a kezében várja a fejleményeket. És várjuk mi is. Rivo Kapic. Egyelőre nem teszi le a D-betűt. Rivo Kapic, császár, ott nagyon-nagyon sűrű a fal. Le a szélre, gól! Gól! Harsányi! Beállt cserekét Gulyás helyére, hidegen belövi! És ugye van még egy időkérésünk is. Még tovább... És megvan! Megvan! Mikler megfogja! A csodakapus cserék! Leteszi a tébet itt Mocsai Lajos! 7 másodperccel a vége előtt! Tessék nézni ezt az újfajta időkérési módot, amit bevezetnek mostantól a magyar fiúk. Egy emberként rohan oda mindenki Miklerhez, és úgy is van, oda is kell rohanni. Aj, de jó dolog! Hiszen ez a győzelem egy óriási lépés London felé, hiszen minden emberi számítás szerint itt vannak a statisztikák, hogyha holnap legyőzzük Brazíliát, akkor kint vagyunk az olimpián, kérem szépen. Akkor 2004 után megint kint lehet a magyar csapat, a fiúk. És akkor folytatott az a jó sorozat, hogy nem hiányzunk olimpiáról a kézilabdázóink, vagy a fiúk, vagy a lányok. Hát ez a vége.